Tizedik helyen telel az Újpest labdarúgó csapata az NB1-ben, a kupában dicsőbb azért a helyzet, hiszen a Fradi kiverésével a nyolcban vannak a lilák, és a megtépázott Pécs következik majd. A klubnál a belga tulajdonos régi újpesti kedvencek sorsával kapcsolatban lebegteti a jövőt, így nem tudni, mi lesz nyártól Balajcak a illetve távozott Vermes a korábbi magyar gólkirály Kabát Péter jövője márciusban dőlhet el. Ő ragaszkodna egyébként a Megyeri úthoz. Már is válaszol a kérdéseinkre. Szia, jó reggelt! Jó reggelsz, Péter, kezdjük ott, hogy ugye 21 pont negatív gólarány, hát azért ez egy, ez egy gyenge középcsapat teljesítménye. Te mennyire vagy elégedetlen? Hát én is így látom. Tehát egy Újpestnek nem a tizedik helyen kéne tanyázni a tabellán. Ahogy te is mondtad, sokkal előrébb, főleg hogy így a hagyományokhoz képest itt a bajnoki cím minden évben az a az a cél, ez nem is lehetne másként most sem, sajnos eléggé elég elszúrtuk az ősz, de remélem, hogy egy jobb tavasz lesz, és jobban fogunk szerepelni. Hanyastatsz az őszi saját teljesítményedre, ugye a tavalyi 13 al szemben most négy gólnál tartasz. Hát ez persze, sokkal több gót lőttem volna, nem is volt szerencsém, rúgtam, hogy négy kapufát, sajnos ezek nem mentek be, Azért, azért viszont boldog vagyok, hogy nem vagyok sérült, végigjátszottam úgymond az a, a, a fél szezont, ugyanígy teszem most a felkészülés alatt is, hogy megpróbálok minél többet játszani, végigcsinálni a felkészülést, és nem sérültek, nem szeretnék sérült lenni, hiszen az a legfontosabb, hogy ezek elkerüljenek. A csapat egyik vezéregyeniségeként, a, a, a klub ö, hűséges játékosaként, mit gondolsz erről az őszről olyan szempontból, hogy, hogy nem csak az, hogy ami a pályán történt, hanem milyen a, milyen a légkör, milyen az Újpest, milyen Újpesten a, a, a hangulat, hogyha az okokat keresi az ember, hogy hogy szerepeltek? Én azt mondom, hogy a hangulatra nem lehet ráfogni, hiszen Újpesten mindig jellemezte, hogy egy, tényleg egy családias hangulat van. Ez most sincs másként, hiszen, hiszen mindenki jóban van mindenkivel. Tényleg nagyon sok a külföldi, hiszen különböző nemzetiségek vannak itt a csapaton belül. Az egy kicsit nehezíti a dolgunkat, hogy különböző nyelveken beszélnek, hiszen nem egy országból jött mindenki. De nem foghatjuk erre a, a, azt a fél éves teljesítményt, hogy hogy sok a külföldi. De hány nyelvű akkor az újpest edzése? Hát általában angolul beszél az edzőnk, angolul nagyon jól beszél, úgy fordítja le, vagy úgy beszél az öltözőbe is. Azért nagyjából 80-90%-ban a külföldiek is beszélik szerintem az angolt. Uh -huh az eltanácsolt Vernes Krisztián azt mondja, hogy ha nem játszik Balajszakapus és te, akkor most az MB2-ben lenne a csapat. Ezzel mennyire értesz egyet? Hát azért én nagyon jó esik, hogy ilyeneket mond, tényleg, hiszen nem a Szabi nevében is mondhatom, de hát azért ez nem egy személyes vagy két személyes az Újpest, hiszen ez egy csapatjáték, rajtunk kívül vannak még kilencen, a pályán, mm, jól esnek tényleg ezek a szavak, próbálunk úgy játszani, hogy, hogy húzó emberek legyünk tavasszal is, majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Most Péter, én néztem az utolsó bajnokként hét idegen elég jó szerepet a kezdőben, aztán téged egy nyolcadikra cserélt az edző. Valóban jobbak ezek a játékosok a magyaroknál? Ezt most így nem tudom megmondani, tehát vannak akik jobbak, vannak akik nem, én úgy érzem, hogy Akiket, akik jöttek, azok tényleg vannak köztük olyanok, akik erősítés jelentenek és meghatározó az Újpestnek, de vannak olyanok is szerintem, akik nem jobbak itt a, a tehetséges fiataloknál, úgyhogy, de hát ezt nem tőlem kéne, szerintem, hanem a tulajdonos úrtól, aki, hát aki, aki idehozta őket. Én nem is szeretnék ezzel foglalkozni, csinálom a dolgomat, aztán majd meglátjuk, hogy mire lesz elég. Azt mondanak, hogy az utánpótlásból ugye érkeznek játékosok, sajnos vannak, akik rövid időn belül tovább is állnak. Te mennyire látod a tehetségesnek a gyerekeket, akik az Újpest utánpótlás csapataiban a, a fiatalabbakat, akik sokkal fiatalabbak, mint mi, tehát nincsenek ott a, a csapat körül, azokat nem nagyon látom, hiszen nem együtt edzünk. Akik felkerülnek hozzánk és nálunk edzenek, azokat minden nap látom, vannak ügyes játékosok, úgyhogy nagyon remélem, hogy fog bővülni a keret, és magyar fiatalok lesznek, és nem minden áron külföldi. Péter, a Fradi elleni kupas siker az, az, mekkora plusz vagy lendületet adhat a tavasznak? Én úgy érzem, hogy mindenképpen pluszt adhat, hiszen a ősi riválist vertük ki a kupából, ez nagyon sokat jelentett a klubnak, mint a csapatnak, mind a szurkolóknak. Én azt érzem, hogy a kupára kell itt rámennünk, hiszen az edzőnk is mondja minden nap, hogy a magyar kupát meg kell nyerni, úgy tudunk kijutni esetleg nemzetközi porondra. A bajnokságban meg viszont minél, jó, minél többet szeretnénk nyerni, és minél jobban felkapaszkodni a tabellán, ez a cél de elsősorban a kupa az, ami, ami minket így motivál most. A kupa az, titeket mindenképpen döntőig szeretnétek menni vele. Hát a bajnokság végére az nagy kérdés, mert ugye például egy Balajca Kapus szerint ez a keret így a kiesés ellen fog harcolni. Hát ezt a szabít a nyáron mondta a bajnokság előtt, akkor még nem... El volt keseredve. Tessék, nem? El, el volt keseredve. Szerintem nem csak ő, hanem sok ember de azóta azért jöttek játékosok, és jöttek olyan, olyan játékosok, akik tényleg meghatározói az Újpestnek, úgyhogy én szerintem ez a kiesés, ez már nem téma, sőt én úgy érzem, hogy egy jó felkészüléssel akár följemmeltünk a tabellán. Mivel magyarázza a belga tulajdonos azt, hogy ezeknek a rutinos játékosoknak köztük neked is, hát nem, nem, nem teszi egyértelművé a jövőjét? Ugye a teljesetetben is azt ígéri, hogy márciusban mondja majd meg, hogy hogyan tovább. Ő így döntött, ezt sajnos el kell fogadnunk. Én szerettem volna vasárnap menjünk Törökországba, edzőtáborba két hétre lezárni ezt az ügyet, és úgy kimenni, hogy már megvan a jövőm, és biztosan tudom, de már túltettem ezen magam, meg azt mondta, hogy áp, március, áprilisban, amikor elkezdődik a bajnokság, akkor mindenképpen leülünk, majd meglátjuk, próbálok úgy játszani, hogy, hogy meg tudjuk hosszabbítani a szerződésemet. A számodra kiderül a vele való beszélgetésből, kiderült, hogy elégedett veled, elégedetlen, vagy nem tudja, hogy elégedett, vagy elégedetlen, szóval, hogy mire vár? Hát ő mindig mondta nekem, mind négy között, mind az újságban nyilatkozta, hogy elégedett volt vele, mint a Szabival is, amikor beszéltem vele, nem is egyszer, hanem egy párszor, akkor is azt mondta, hogy én meghatározó vagyok, számít rám, hogyha esetleg én befejezem itt a profi pályafutásomat, akkor számít rám, mint a, a, a szakmai stábba, mint valamilyen edző. Úgyhogy ezek nagyon jól lesznek, és ez azért megnyugtat, hiszen én tényleg mondtam többször is, hogy így Újpesten szeretném befejezni, és itt szeretnék maradni a klubnál. Újpesten szeretnéd befejezni, és Újpesten szeretnéd elkezdeni az új fejezetet ezek szerint, tehát maradnál. A most az energiát hmm. és az erőt, amit magadba érzel, a kilátásokat, szóval, Hány szezon van még benned szerinted? Kettő legalább? Hát most mindenképpen nyári gondolkozom, hogyha, hogyha még motivált leszek, és, és, hála Istennek nem vagyok egy sérülékeny játékos, ugyanígy tudok edzeni, és ilyen motiváltság lesz bennem, és akarom még a, a játékot, akkor én úgy érzem, hogy nyár után szerintem egy-két éven még van. Na most vannak, gyártasz -e a fejedbe B- meg C forgatókönyveket is, hogyha a tulajdonos úr nem tartana rád igényt, viszont azt az energiát még éreznéd magadban, hogy egy vagy két szezon focizzál, akkor ha tetszik, hanem bármennyire szeret az Újpestet máshol? Hát igen, akkor se áll meg az élet sajnos, hogyha nem számít rám, hogyha csak edzői stábba számít rám, de én akarnék focizni még, de ő már nem akarja ezt, akkor mindenképpen el kell gondolkoznom, hogy hol folytatom, nem szeretnék elmenni, ezt már többször mondtam, de hogyha az élet úgy hozza, akkor mindenképpen váltok, persze. Ha minden jól menne a tulajdonossal, veled, a játékoddal, akkor öt év múlva te mit fogsz csinálni? Ha minden jól megy, és úgy alakul, hogy te elképzeled, öt év múlva? Hát mindenképp a labdarúgásban szeretnék maradni. Újpesten. Azon belül Újpesten az, hogy edző, vagy vezető, vagy menedzser, azt még így előre nem tudom, de inkább az edzői, ez a, ez a státusz. Tehát ami nem annyira a amúgy... Kovács útja, inkább az edzővé válás. Inkább az edzői válás. Az, az szóval az edző az szeretnél lenni? Ott. Hát mindenképpen igen. Hát ugye a foci, tehát az, 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 az so, nagyon régóta focizom, tehát az az érzés, ami, ami itt a meccsek előtt, vagy az utazás, vagy edzőtábor, ebbe, az, ebbe a fél akarok mindenképpen maradni és azt ugyanúgy szerintem, hogyha edző lennék, ugyanúgy át tudom azt élni, mint játékosként. Hát Péter, akkor lőjél, jó sok volt, mert akkor arra nehezen tud mit mondani a tulajdonos majd. Ez így van. Sok szerencsét a tavasz! Köszönöm Köszön szépen. szépen hogy itt Én